Nyolc óra van ez a híradó az emedjen, kontra György Vagyok, jó reggelt kívánok! Újabb koronavírus elleni vakcina kerülhet az ország terébe. Három kínai gyártóval vette fel a kapcsolatot a kormány. Az egyik oltóanyagról napokon belül megérkezik a dokumentáció. Ezt magyar szakemberek vizsgálják meg, csak ezután dönthetnek a vásárlásról. Közben továbbra is gyors ütemben terjed itthon a koronavírus. Egy nap alatt újabb 5525 embernél mutatták ki a kort, és 193-an vesztették életüket a betegség szövődményeiben. Az aktív fertőzöttek száma meg Haladja a 167 ezret, és csaknem 7700-an vannak kórházban, közülük 637-en lélegeztetőgépen. Itt a Budapest Airport teherforgalmi központjában fogadják majd az első koronavírus elleni vakcina szállítmányokat. Pontos ütemterv szerint veszik majd át a készítményeket, amelyek alig pár órát lesznek csak a kargóban, mielőtt az oltóközpontokba szállítják őket. Valentinyi Katalin, a cég kommunikációs igazgatója, a híradónak azt mondta, a legnagyobb kihívást az oltóanyagok hűtése jelenti, hiszen van olyan vakcina, amelyet mínusz 70 fokon kell tárolni. A Budapest Airport mindent megtesz annak érdekében, hogy a vakcina szállítás, amikor annak az idejár érkezik, gördülékenyen, problémamentesen történjen. Nagyon fontos tudni, hogy a repülőtérnek a szerepelben nyilván egy nagyon fontos szerep, ugyanakkor nálunk ennek a folyamatnak csak egy kicsi része zajlik. Tehát tulajdonképpen a vakcina át, átrakodása és rövid ideig való tárolása történik a repülőtéren. Mindent megteszünk azért, hogy ahol lesz vakcina, onnan ezt a vakcinát a lehető legnagyobb mennyiségben és leggyorsabban beszerezzük. Közel a segítség, jelenleg több országgal is tárgyal a magyar kormány a vakcinák beszerzéséről. míg az Egyesült Államok úgy döntött, nem szállít az uniós tagállamoknak, addig Kína kész segíteni. Menczer Tamás, a külügyminisztérium államtitkára közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, napokon belül megkezdődhet ezeknek a vakcináknak a vizsgálata itthon. A gyártó néhány napon belül elküldi a vakcina teljes dokumentációját a Magyar Országos Gyógyszerészeti Intézetnek, a magyar szakemberek a vakcina dokumentációját tanulmányozni fogják, és ha megfelelőnek találják, akkor lehet majd szó a vásárlásról, de ehhez majd még kell ha a Nemzeti Népegészségügyi Központ véleménye Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban beszélt a kidolgozott oltási tervről. Az egészségügyi dolgozók fogják egyébként első, első helyen megkapni, mert ők küzdenek a többiek életéért. Utána pedig a súlyosan, súlyos állapotban lévőket fogjuk besorolni, csak utána jön mindenki más, de még további sorrendeket is megállapítottunk. Mint minden ország a világon Magyarország is nagyon várja már az első biztonságos és hatékony vakcinának a megérkezését. A délpesti Kórház főorvosa szerint létfontosságú az oltás, hiszen csak így lehet megfékezni a járványt Szlávik János ezem egynek adott interjújában rámutatott, a legtöbb vakcina csak nem 100%-osan hatékony így akár a lakosság 60%-át elegendő lenne beoltani ahhoz, hogy kialakuljon a megfelelő védettség. Mindenképpen oltással kell létrehozni azt a nyári immunitást, ami a lakosság 50-60 százalékát jelenti. Hiszen, hogyha ez az 50-60 százalék akár átesett a betegségen, akár hatékony védőoltást kapott, akkor már nagyobb járvány nem fog kialakulni. Hamarosan elindul az a honlap, ahol mindenki regisztrálhat, aki oltást szeretne. A vakcina ingyenes és önkéntes lesz. Olaszországban a kormány úgy döntött, hogy a közelgő ünnepek alatt is korlátozza a belföldi utazást. December 21-e és január 6-a között, vagyis a téli szünet egész ideje alatt tilos lesz a tartományok közötti mozgás. December 25-én és 26-án, valamint január 1-én pedig a városok és települések között sem engedélyezett az utazás. Az éjszakai országos kiárási tilalom érvényben marad este 10-től reggel 5-ig, és a sípályák is zárva maradnak. Enyhítés viszont, hogy ünnepek előtt az üzletek este 9 óráig nyitva lehetnek. Törökországban a járvány terjedése miatt újabb szigorításokat vezettek be. Hétköznap éjszakai, hétvégén pedig teljes kijárási korlátozás van érvényben. Ez azt jelenti, hogy hétvégén például csak vásárolni lehet elmenni a legközelebbi üzletbe. Emellett a 20 év alattiak és a 65 év felettiek nem használhatják a tömegközlekedést karácsonykor enyhít és szilveszterkor szigorítás lesz Portugáliában. A járvány miatt elrendelt utazási korlátozásokat december 23-a és 26-a között feloldják, és Szenteste, valamint 25-én az éjszakai kiárási tilalom is csak hajnali kettőkor kezdődik. Az év utolsó napján azonban tilos lesz utcai mulatságokat rendezni. Legfeljebb házi bulik tarthatók, de onnan is mindenkinek haza kell érnie hajnali kettőig. Amint egy 10 millió jó lakosú Portugáliában eddig csak nem 320 ezeren fertőzöttek meg, a halottak száma pedig közelít az 5000-hez. Csehországban visszatért az élet a normál kerékvágásba. Az egy hónapos kényszerszünet után újra kinyitottak a boltok, a vendéglők és a szállodák, illetve a szolgáltatások is működnek, igaz, bizonyos korlátozások mellett. A vendéglőkben például a férőhelyek felét lehet használni, az üzletekben pedig 15 négyzetméteren lehet egy fő. A színházak, mozik viszont továbbra is zárva maradnak, és a maszkviselés is kötelező. Külföldön élők voksolásával már tegnap megkezdődött a parlamenti választás Romániában. Világszerte 748 szavazókörben szavazhatnak szombattól a román állampolgárok, köztük 7 helyen Magyarországon is. Ma megnyitottak a romániai szavazókörök is, csak nem 19 millió embert várnak az urnákhoz. Helyi idő szerint reggel 7 és este 9 óra között, hogy megválasszák az ország képviselőit és szenátorait a következő négy évre. Idén a magyar pártok közösen indulnak a megmérettetésen. A jelöltek arra kértek minden magyart, hogy menjen el szavaz. A voksolás szigorú járványügyi óvintézkedések mellett történik. Egyebek mellett kötelező a maszkviselés, és egyszerre legfeljebb öten tartózkodhatnak a szavazókörökben. Országos szinten ugye a kiárási tilalom az elvileg helyi idő szerint 23 órakor lépne érvénybe, ezt ma megváltoztatták, de csak mára vonatkozóan, tehát holnap hajnali egy óráig tolták ki ezt az időpontot. Ennek az a magyarázata, legalábbis azt adták, hogy 21 órakor zárnak ugye az urnák és szavazóhelyiségek, de valószínű sok helyen még sorokban fognak állni az emberek, hogy leadhassák a szavazatokat. Nekik ezt a jogot biztosítani kell, és utána még haza is kell érniük. Tehát lesznek olyan helyzetek, amikor 11 óráig nem érnének haza, ezért hosszabbították meg. Magyar szempontból az a tét, hogy minél erősebb legyen a magyar képviselet a román parlamentben. Létrejött az összefogás a magyar pártok között. Abban bízik mindenki, hogy ez is mozgósítja a magyar szavazókat. Azt mi el tudjuk dönteni, hogy a sorsunkat mások kezébe adjuk, vagy nem adjuk mások kezébe. Hogy felmutattunk egy erős közösséget, vagy nem mutatunk fel egy erős közösséget, ez az, ami rajtunk múlik. És én ezért bízom abban, hogy el fognak menni a magyar emberek szavazni. A német Európai Uniós elnökség és Brüsszel célja, hogy megosza a jól működő magyar-lengyel együttműködést, és valamelyik országot eltántorítsa a vítótól, ezt mondta a 21. század intézet vezető elemzője az m 1 Dák Dániel szerint Lengyelország kapcsán csütörtökön volt egy ilyen próbálkozás, és ennek része volt az is, hogy a lengyel miniszterelnök helyettes nyilatkozatát felnagyították. Hozzátette, hogy ez a miniszterelnök helyettes nem a legnagyobb lengyel kormánypárt tagja egy kisebbségi koalíciós pártnak a tagja, ráadásul ő már korábban is sokkal finomabban fogalmazott a vétóval kapcsolatosan, mint a miniszterelnök, hogy nem a legfontosabb szereplő a kormányban, a miniszterelnököt, a lengyel miniszterelnököt és a kormányzati többséget alkotó pisz kell nézni. Ők teljes mértékben, teljes messzélességgel kiállnak a magyar-lengyel együttműködés és a közös vétó mellett. Tehát továbbra is érvényben van a magyar és a lengyel miniszterelnök között kötött megállapodás, mi szerint egyik ország sem fog belemenni olyan megállapodásba, amibe, mondjuk a másik ország nem menne bele. 36 migránst találtak egy lengyel embercsempész kis teherautójában, éjjel az M7-es autópályán. A rendőrök tárnok közelében állították meg a magyar rendszámú járművet. A ponyvával fedett platón bukkantak a migránsokra, akik szír állampolgárnak mondták magukat, de papírok nem voltak náluk. A rendőrök a sofőrt és az illegális bevándorlókat előállították. Több mint 34 millió forint adomány gyűlt már össze a közmédia jótékonysági akciójában. A jónak lenni jó idén az autizmussal élő gyerekeket nevelő családokat segíti, közösen az Együtt az Autistákért Alapítványjal. Adakozni több módon is lehet. A 13616-os telefonszámon egy hívás vagy üzenet 500 forintot jelent. Emellett az ismert emberek által felajánlott tárgyakat is meg lehet vásárolni. További részletek a mediaclick.hu per jónak lenni jó 好，得了。